ami éppen most ért véget. Ezért, ha megengedik, akkor a vitáról magáról én már nem mondok semmit, ha csak önök nem tesznek fel erre vonatkozó kérdést. A mai nap egy fantasztikus és fontos nap volt a magyar alkotmány számára. Az a veszély fenyegette korábban a magyar alkotmányt, hogy az érdektelenség mocsarába süllyed. Ez nem következett be. Nagy európai érdeklődés övezi a mi alkotmányunkat, amire rendkívül büszkék vagyunk. Azért is ülünk itt most többen, mert Szájer József az alkotmány parlament elé kerülő javaslatának megszövegezésében fontos szerepet játszott. Söfrin György, aki szintén európai parlamenti képviselő, pedig része volt az alkotmányt előkészítő bizottságnak, és akitől, miután ő Angliában élt a kommunizmus idején, tőle tanultam azt a nagyon fontos szabályt, hogyha valaki választást akar nyerni, akkor meg kell nyerni az érvek csatáját is. Ezért is jöttem el, mert úgy gondoltam, hogyha egy európai szintéren nyílt vita folyik a magyar alkotmányról, akkor a magyar miniszterelnöknek itt kell lennie, és a parlamenti képviselők rendelkezésére kell állnia. Örülök, ez a vita megtörtént. Örülök annak, hogy a fölmerült, egyébként az alkotmány szövegét nem érintő bizottság által kifogásolt magyar jogszabályok ügyében ma előrébb vagyunk, mint korábban voltunk. Tehát az április 25-én elfogadott magyar alkotmánnyal kapcsolatban semmilyen jogi eljárást senki nem indított ez idáig. A kifogásolt magyar törvények, azok az alkotmány átmeneti rendelkezéseihez kapcsolódnak, kettő közülük, amelyet örömmel vitatunk meg, és szükség esetén hajlandóak vagyunk azt teljesen át is dolgozni, amennyiben Barroso elnök úrral majd így fogok megállapodni az előttünk álló jövő héten esedékes találkozón. Úgyhogy összességében nagy öröm volt itt lenni, hasznosnak találom a vitát, és kifejezetten jó érzésekkel megyek vissza Magyarországra. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönjük szépen, miniszterelnök úr, most akkor a kérdések következnek. Now we open the floor for questions. Tessék parancsolni itt a második soron. Please, in the second row. Would you please? Go ahead. Gaspar Sebag with Europolitics. During the plenary debate, we heard a... Do you have the translation? Right. During the plenary debate, we heard a rather uncharacteristic side of you, Mr. Orban, a rather soft and docile Mr. Orban, who was ready to compromise. We're not accustomed to this. I was wondering, is the weight of the EU IMF possibly not granting Hungary financial assistance weighing very heavily on your shoulders at the moment? Thank you very much. Örülök, hogy itt volt ezen a vitán, és egy teljesebb képet kapott a magyar politikai életről. Magyarországon nincsenek doktriner politikusok, legalábbis a kormánykoalíció oldalán nincsenek. Én sem vagyok az. Akkor vagyok kemény, amikor a hazám érdeke azt megkívánja, és akkor kötök kompromisszumot, amikor a magyar emberek érdeke megkívánja. Ez nem doktrinerség kérdése, hanem észszerűség kérdése. Reasonable arguments, ezt tartottam és tartom most is a legfontosabbnak. Ez most, amiről ma beszélünk, ez nem az Európai Unió, IMF és Magyarország közötti pénzügyi tárgyalás. Az egy másik, valószínűleg súlyos kérdéseket tartalmazó gazdasági tárgyalás lesz majd. Remélem, hogy ott is sikerrel fogunk majd járni. Tessék parancsolni! Zalán Eszter a Népszabadságtól. Azt szeretném kérni miniszterelnök úrtól, hogy fejtse egy kicsit ki, hogy ezt a kijelentését, hogy a magyar alkotmánnyal nincsen, kapcsolatban nincsen semmi kifogás, hiszen a bizottság tegnapi közleményében szó szerint benne van, hogy hogy az alkotmány is a Magyar Nemzeti Bankkal kapcsolatban vannak kérdéses részei. Igen, de ez egy tudom, hogy ez egy bonyolult jogi konstrukció, de ezt ön félreérti. Tehát az alkotmánynak van egy törzszövege. Ezt április 25-én elfogadta a magyar parlament. És van az alkotmány január 1-i hatályba lépését elősegítő átmeneti rendelkezésekre vonatkozó szakaszai, amit a bizottság kifogásol itt található, és nem pedig az alkotmány szövegében. Egyébként, amit a bizottság kifogásol e tekintetben az, hogy az a módja a pénzügyi szervezetek
felügyeletének és a Nemzeti Banknak az összevonásának, amit az átmeneti rendelkezések javasolnak, az szerinte nem fogadható el. De nekünk az ügy nem fontos. Szerintünk jobban működne a két szervezet, ha összevonnánk, de eddig se voltak összevonva. Ha tehát úgy gondolja a bizottság, hogy azokat ne vonjuk össze, hát akkor külön maradnak. Ez nem egy kardinális gazdaságpolitikai vagy alkotmányfilozófiai kérdés, hanem kifejezetten technikai jellegű megoldás. Gentlemen, the third row, please. Sì, buonasera, Marco Zatterin della Stampa Italia. Buongiorno Presidente, due domande per cortesia. La prima è, lei sta negoziando una linea di credito con il Fondo Monetario. Vorrei sapere se ritiene che questo negoziato possa rendere più difficile la concessione di questo credito e che quindi questa partita possa spingere l'Ungheria verso la bancarotta. La seconda domanda è, ieri il suo segretario di Stato Kovács ha detto che c'è una offensiva politica contro l'Ungheria. Mi chiedo se lei ritenga che ci sia anche un'offensiva finanziaria, dei poteri finanziari contro l'Ungheria, magari in qualche modo gestita dal suo vecchio amico George Soros. Grazie. Azt gondolom, hogy Magyarországgal szemben van politikai offenzíva. Na de én politikus vagyok, ezen nem kell meglepődni. Meg is lennénk sértve, ha nem volna. Azt kell mondanom, hogy a politikának része, hogy hol offenzívát, hol defenzív akciókat kell végrehajtani. Az, hogy időnként a velünk szemben álló politikusok úgy gondolják, hogy Magyarországgal szemben politikai hadjáratot folytatnak, ez ugyan nekem nem szimpatikus, de legitim része a politikai küzdelemnek. Ezért ez ellen nem érdemes tiltakozni. Én azt szoktam mondani, hogy van egy ilyen mondás Magyarországon, aki lónak áll, az húzzon. Tehát aki politikusnak megy, az ne lepődjön meg azon, hogy időnként durván megtámadják. Hát ez része a part of the job. Ez része a munkának. Ami a pénzügyi offenzívát illeti, én itt azért szeretnék nagyon egyértelműen fogalmazni. Magyarországgal szemben természetesen van spekuláció. Minden országgal szemben van spekuláció, aki eladósodott. Ez is teljesen érthető, mert hozzátartozik a pénzügyi piacok tekintetéhez. Ha nem lenne 80% fölött a magyar államadósság, hanem mondjuk ott lenne, ahol én 2002-ben átadtam a szocialista kormánynak 52%-on, akkor nem lennének spekulációk velünk szemben. Azért vannak, mert gyengék vagyunk, és magas az államadósságunk. Ez megint egy olyan tény, amit kifogásolni, ez nem helyes, természetesen, hogy ilyen spekulációk vannak, de szintén része a nemzetközi pénzügyi életnek. Ami a hitel kérdését illeti, nagyon szeretnék továbbra is egyértelműen fogalmazni. Magyarországnak nem hitelre van szüksége. Ez nagyon fontos, mert én szeretnék egyenesen belenézni a német választópolgárok szemébe. Tehát nekünk nincs szükségünk a németek pénzére. Mi nem akarunk pénzt az Európai Uniótól. Mi azt kérjük tőlük, hogy kössünk egy biztonsági hitelmegállapodás. Mert attól tartunk, hogy miután a következő időszakban az európai kötvénypiacon nagyon sok országnak nagyon sok hitelt kell fölvennie, spanyoloknak, olaszoknak, nekünk is. Ezért előállhat az a helyzet, amikor nem leszünk képesek a piacon eladni az állampapírjainkat. Mi ezt akarjuk, még arra is hajlandóak vagyunk, hogy inkább a piacon adjuk el magasabb kamattal a papírjainkat, mint hogy olcsó európai pénzt használjunk. Tehát ezért nekünk nem hitel kell, hanem egy biztonsági megállapodás, ami arról szól, hogy ha a piacon nem boldogulunk, akkor is van alattunk egy kifeszített biztonsági háló. Mert nézze, Magyarországon egy 16%-os flat tax van. És minden európai ország joggal mondhatja azt, amit egyébként más ország esetén megtettek. Hogy lehet az, hogy ilyen kicsi az adótok, miközben tőlünk kértek pénzt? Ezt én se tartanám helyes elvi álláspontnak. Igenis, fegyelemre van szükség, költségvetési fegyelemre Magyarországon, és meg kell állni a saját lábunkon. Ezért, amikor segítséget kérünk, nem pénzt kérünk, hanem biztonságot. És mi a piacról meg fogjuk oldani Magyarország finanszírozását. Inkább többet fizetünk a piaci pénzért, ha kell, mint hogy egyébként úgy érezzék a németek vagy bárki más Európában, hogy ők tartanak el bennünket. Ez ellentétes lenne azzal, amit én Európáról gondolok. Úgyhogy ezért az IMF tárgyalások azok nem az államcsődről, meg a hitelről szólnak, mert a piacon akarunk maradni.
hanem csak egy biztonsági hálóról szól. Köszönöm szépen. Hír TV, Rákóczi Péter, parancsoljon. Rákóczi Péter, Hír TV. A miniszterelnök úr a záró hozzászólásában említette, hogy abszurd ténybeli tévedésektől hemzsegtek a hozzászólások. Mire gondolt elsősorban, és mi az, ami önt meglepte ebben a vitában? Ez most legalább lehetőség. Az európai parlamenti képviselők azért nem voltak könnyű helyzetben. Ez részben oka annak, amiért, hát, ahogy ön fogalmazott, megértőbb hangon, vagy puhában vettem részt a vitában. Az egy alkotmányt elolvasni, amely egy másik kultúrából jön megérteni, az azzal kapcsolatos vitáskérdésekben állást foglalni, az nagyon nehéz dolog. Hát nyilvánvaló, hogy akik ma hozzászóltak, azoknak a töredéke sem olvasta el az alkotmányt. De részt vettek egy politikai vitában, mert úgy látom, itt ez a szokás, hogy arról is beszélnek, amit nem olvastak. És úgy látom, hogy a vitában teljesen nyilvánvalóan a pártszimpátia az fölülírta a szövegismeretet. Hát nem az alapján támadta valaki, hogy olvasta a szöveget, és valami nem tetszett benne, hanem mert van egy baloldali kritika az alkotmánnyal szemben, és ő azt fölmondta, csatlakozott hozzá. Hát tele volt ilyen tévedéssel. Összekeverték az alkotmánybíróságot a legfelsőbb bírósággal, a legfelsőbb bíróság elnökét senki sem mozdította el, hanem az a bírói egyesület indítványára került egy olyan szabály a törvénybe, hogy legalább 5 éves magyarországi bírói gyakorlat kell. Ezt az ellenzék is megszavazta kivétel nélkül mindenki. Tehát ilyen ténybeli tévedésektől hemzsegett az egész. De nem is lehet, megmondom őszintén, hogy mondjam, hagyományos politikai módszerekkel megvitatni egy olyan dokumentumot, mint az alkotmány. Ebből a szempontból nyilván hát óriási helyzeti előnyben voltam, mert én ismerem az alkotmányt, hónapokat dolgoztunk rajta, akik hozzászóltak, azok meg nem. Gentlemen at the end of the second row, please. It's Raf Kaz of the Associated Press. Commission President Barroso said that you sent him a letter today with the intent and that you showed the intention to modify the relevant legislation. Do you want to take every criticism of the Commission on board? How far do you want to go in this? And will we already be able to see a solution when you meet President Barroso next Tuesday? Thank you. Valóban én írtam egy levelet ma reggel a elnök úrnak, a tegnapi bizottsági döntés után. És miután mi azt az elvet, most a Nemzeti Bankról beszélünk, amit a bizottság képvisel, a Nemzeti Bank függetlenségét mi is osztjuk, nincs közöttünk véleménykülönbség. Olyan pontokon is hajlandóak vagyunk változtatni, ami az elmúlt 20 évben úgy volt, ahogy most csak eddig nem kifogásolt a bizottság, most meg igen. Erre mondom én azt, hogy az érvek súly előtt nem tudok meghajolni, de ha a bizottság ezt fontosnak tartja, akkor meghajolunk. 20 évig így volt, senki nem kifogásolta, arról van szó, hogy a kormány egy megbízottja részt vesz a monetáris tanácsülésén. Ezt senki nem kifogásolta. Most kifogásolják. Én ugyan meg tudnám védeni a magunk álláspontját, de minek? Ennek az ügynek nincs nagy jelentősége. Ha a bizottság szeretné, legyen úgy. Egy pont van, amit aggályosnak érzek, ahol úgy gondolom, hogy nehezebben lesz dűlőre jutnunk egymással. A bizottság azt kéri, hogy a Nemzeti Bank elnöke és a monetáris tanács tagjai, amikor elfogadják és elfoglalják a hivatalukat, akkor a mostani törvények szerint az elmúlt 20 évben végig így volt, ez se kifogásolta senki, mindig esküdtettek a magyar alkotmányra, a magyar törvények betartására és arra, hogy szolgálni fogják a magyar nép érdekeit. Ezt az esküt kifogásolja a bizottság. Azt mondja, hogy ne tegyenek esküt. Ez egy nemzeti intézmény, nem vagyunk tagjai az eurózónának, ezért itt ez egy mondjam, gazdasági súlya nem nagy az ügynek, de olyan szimbolikus politikai kérdés, amiben azt gondolom, hogy azért még egyezkednünk kell. A többi ügy az inkább technikai kérdés. Nem érint bennünket. Az a kérdés, hogy az összes magyar nemzeti intézmény vezető és állami vezető mindig leteszi az esküt. Az alkotmányra és a magyar nép szolgálatára. Most egy kivételt kérnek. Nem vagyok benne biztos, hogy ez észszerű. De ha a bizottság ehhez is ragaszkodik, megfontoljuk ezt is. Gentlemen, the fourth row, please. Yeah, please. Yes. Ivo Caizzi, Corriere della Sera. Signor Orban, lei è anche vicepresidente del Partito Popolare Europeo. Si ritiene soddisfatto di come è stato difeso dal suo partito in aula oggi nel dibattito? E ritiene ancora che fondamentalmente questo caso Ungheria, che noi vediamo su tutti i giornali del mondo, nasce da un attacco della sinistra internazionale?
Un'altra piccola considerazione su quello che le ha detto prima. Cosa intende quando dice non vogliamo il denaro dei tedeschi, non ne abbiamo bisogno? Avete bisogno del prestito di 15-20 miliardi oppure no? Kezdjük a pénzzel. A helyzet ma a következő. Miután a magyar költségvetési számai először az Európai Uniós tagságunk óta 3% alatti hiányt mutatnak, miután az államadósságot képesek vagyunk féken tartani, a folyófizetési mérlegünk pedig hosszú idő óta fantasztikusan aktív, ezért Magyarországnak nem kölcsönre van szüksége. Mert mi el tudjuk adni ma még az állampapírjainkat az állampapírpiacon, megveszik. Igaz, hogy magasabb kamatot fizetünk, mintha az IMF-től vennénk föl hitelt, de én mégis azt gondolom, hogy jobb a piacról hitelt fölvenni, mint kölcsönkérni az Európai Uniótól vagy az IMF-től. Ezért mi nem pénzt kérünk, hanem ígérvényt kérünk. Hogyha az európai kötvénypiac tavasszal a nagy összegű igény miatt, itt 500 milliárdok euróban kifejezve igény jelenik meg, Spanyolország, Olaszország részéről, ha bedugul, a közlekedési forgalmi zűrzavar jön létre az európai kötvénypiacon, akkor ne alakuljon ki az a képzet, hogy mert Magyarország nem tudja eladni a papírjait, hát nem tudja visszafizetni majd később az adósságait. Ezt hívjuk biztonsági hálónak. Ez a precautionary instrument. That's the, how to say, the official financial title of that. So what we need is not a loan. It's a precautionary assistance. If the IMF would like to give loan, okay, we are happy, but I would like to say clearly that what we need is just precautionary. It's very important, otherwise, you know, the accusation which is going on among the European citizens, like in Greece, that the Germans feel that they finance something which does not make the necessary efforts to help himself. You know, I would not like to get that picture on Hungary. Not just because of proudness, but because it would be not reasonable. We must be strong on the financial markets. So that's the reason why I'm speaking not about, you know, loans, I'm speaking of precautionary assistance. But if they insist on to give loan to us, anyway, we are ready to discuss that as well. So that's about money. És most a baloldali támadásról. Első dolog, amit szeretnék mondani, hogy nem szeretem az összeesküvés elméleteket. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek összeesküvések. De nem szeretem a konspirációs teóriát, mert rendkívüli mértékben beszűkíti az ember gondolkodását, butává tesz. Hogyha állandóan mindig két-három sémával magyarázzuk azt, ami történik, akkor lemondunk arról, hogy újra és újra megértsük és értelmezzük azt, amivel szembe találkozunk. Ezért elbutít, úgyhogy én nem szenvedek és nem támogatok semmilyen összeesküvés elmélettől és elméletet. Ettől még természetesen bizonyos dolgok rendszeresen ismétlődnek. Az én 20 éve vagyok a magyar és a nemzetközi politikában. Az, hogy rendszeresen tulajdonképpen az értékválasztás miatt meglévő különbségek okán baloldalról támadások érnek egy jobboldali pártot, ez rendben van. Én ráadásul meg kell mondani őszintén, miután kiállok ezek mellett az értékek mellett, egyes barátaim szerint talán túlságosan is gyakran is, túlságosan erősen, ezért szinte magamra vonom az ilyen típusú ösztüzet. Én most is elmondtam, amit elmondtam a kereszténységről, a családról, a nemzetről, az egyéni felelősségről, azt, amit gondolok, ez egy európai álláspont. Sokan nem értenek vele egyet. De én nem azt akarom, hogy az én álláspontom uralkodjon Európába. Én csak annyit kérek, hogy ez az álláspont is része lehessen az európai kultúrának. Amikor mi a kereszténységről beszélünk, mi nem másokat akarunk kiszorítani, csak azt kérjük, hogy mi hadd mondjuk azt, hogy igen, mi azt gondoljuk, hogy az lenne jó, ha Európa keresztény lenne. Nem az. Sok tekintetben nem az. De legyen nekünk jogunk. Ne kérdőjelezzék meg az európaiságunkat, ha azt gondoljuk, hogy az jó volna. Tehát ebből a szempontból a baloldal ideológiai természetű támadásai, a velük szimpatizáló újságíróké, nagyon könnyen megtalálnak bennünket, Magyarországot meg engem. De ezt én nem tartom bajnak, ezt én nem úgy élem meg, mint ami egyfajta tragédia, mert ezeknek a vitáknak élniük kell Európában. Épp az volt a baj hosszú időn keresztül, hogy ezek a viták a szőnyeg alá voltak söpörve. Igenis, vannak közöttünk fontos értékrendbeli különbségek. Minden nemzet hadd képviselje azt, amit képviselni akar. Én csak ennyit mondok a baloldal tekintetében. De hát mindig látom, mindig ugyanazok. Tehát
személyükben is ugyanazok az emberek, ugyanazok az újságírók, ugyanazok a politikusok, ugyanazok az értelmiségek, akik mindig ugyanazt mondják. Hát nem akarom önöket untatni, de 98 és 2002 között én már egyszer vittem egy kormányt Magyarországon. Szó szerint ugyanazokat mondták, mint most. Szó szerint. Ugyanazok az emberek is mondták. Ez rész a politikai életnek. Az, hogy ezt én kimondom, hogy így van, ezt ne tekintsék összeesküvés elméletnek. Egyszerűen tényt állapítok meg. Ilyen a mi szakmánk. Köszönjük. Sorry. Ja. Ja. Ez egy nagyon fontos kérdés. Természetesen az Európai Néppárt mindig számíthat a magyarok szolidaritására, és mi is mindig megkapjuk a szolidaritást. Ezt köszönjük. De itt azért egy komolyabb dologról van szó. Szóval azt azért el kell gondolnia az egész európai közösségnek, hogy nem hólabda effektust indítunk-e meg. Hogyha most azt követeljük, hogy egy országnak az alkotmányát vegyük valamifajta európai értékrendbeli vizsgálat alá, hol fogunk megállni? Egymás után fognak következni a többi ország is. Én szerintem ez egy rossz gyakorlat. Ha van bizonyítékunk komoly európai értéksérelemre, akkor föl kell lépni, én is ezt mondom. De ténybeli ismeretek nélkül, föltételezések, ideológiai motiváltság alapján, ez egy veszélyes dolog, mert nem erősíti az Európai Uniót, hanem gyengíteni fogja. Tehát én inkább azt mondanám, hogy nem az én dolgom, mert 28 állam fog dönteni, a bizottság fog dönteni, a parlament fog dönteni, ez egy veszélyes ösvény. Magyarországtól függetlenül azt javaslom, hogy háromszor gondoljuk meg, hogy akarunk erre az ösvényre lépni. Most az Európai Unió euróválságtól szenved. Minden bajunk van. Tényleg az a legnagyobb problémánk, hogy a Magyar Nemzeti Bank elnöke leteszi-e az esküt a magyar alkotmányra? És ha le kell tennie, ez valóban kétségeket ébreszt a demokrácia iránt? Question mark. Csak egy kérdőjét teszek a végére. Please, in the third row. Mr. Prime Minister, just two questions. One about the Constitution. There are also some aspects that were not very much discussed, you evoked them, which are related also to debates, to pan-European debates about the identity of Europe, and some politicians of various countries, including France, Germany and others, had said that they wished a debate in the future about the future of Europe and the identity of Europe to go on. Do you think that a part, not all, but at least a part of some attacks might have been done in reality because of this, what is at stake and with a real political debate in order to hide it? Absolutely different question, economic one, and material. We are speaking very much about growth. There will be the summit, that you know, at the end of this month. And one of the ingredients of growth is energy. In Budapest, you have the Danube Commission, and many people speak about the possibility to transport liquid gas from Danube and Rhine River to the heart industrial of Europe, from Central Asia, from Russia, from many other countries. Do you think that there is something new in this direction? Because apparently there are moves going on. Thank you very much. A Duna Magyarországon a nemzeti identitás részét jelenti. Ezért a legérzékenyebb kérdések egyike. A kommunizmus összeomlásában, bármilyen meglepés ez önöknek, a Duna például fontos szerepet játszott, mert a kommunisták akartak építeni rá egy erőművet, a nép pedig föllázott ez ellen. A Duna mozgalom volt az egyik legnagyobb antikommunista mozgalom Magyarországon. Ezért bármilyen beruházás, gát, zsilip, medermélyítés a Duna kapcsán, azt a magyarok nagy része úgy éli meg, mintha erőszakot tennének a saját folyóján. Ezért nagyon óvatosnak kell lenni, és én itt inkább a környezetvédőkkel pendülök egy húron, bár nem vagyok süket az ipari érvekre sem, de azt gondolom, hogy politikailag ma inkább a környezetvédők felé billen a mérleg nyelve. Ami az összeurópai kérdéseket illeti, nézze, bár ő nem fogalmazott pontosan, eléggé konkrétan, de kétségkívül nekem van egy elgondolásom arról, hogy mi történik ma Európában és Európa körül. Nem szoktam ezt véka alá rejteni. Ezzel sokan nem értenek egyet. De ezt megint olyan kérdésnek tekintem, ami legitim európai politikai kérdés. Én úgy látom,
hogy Európának nem marad más választása számosok miatt, mint hogy középtávon valamilyen átfogó nagy megegyezést kell kötnie Oroszországgal. Ez egy teljesen új korszaka lesz az európai politikának. Nekünk, közép-európaiaknak van egy tapasztalatunk arról, ha Európa nyugati fele megállapodik az oroszokkal. Ebből Közép-Európának sok jó nem szokott kijönni. Ezért mi nem akarunk szembe menni ezzel a pán-európai folyamattal, sőt, azt gondoljuk, ebben rendkívül sok előny van. De szeretnénk közép-európai garanciákat, biztonsági garanciákat, közlekedési garanciákat, nyersanyag függetlenséget eredményező garanciákat, energia függetlenséget eredményező garanciákat, hogy a közép-európai térség ez képes legyen a saját biztonságát gazdasági, kereskedelmi és katonai értelemben megőrizni. Én szerintem e felé megy a jövő. Pán-európai értelemben valahol e felé tartunk már most is. De én nem gondolom, hogy az e tekintetben kifejtett álláspontom, amely Oroszország és az Európai Unió közötti stratégiai szövetséget támogatja, hogy ez lenne a velünk szembeni kritikák oka. Ezt nem gondolom. Ladies and gentlemen, we have time for two more questions. Lovas István, Magyar Nemzet parancsa. Hogyha a Jobbik beváltja a fenyegetését, és kírják a referendumot, hogy elhagyják-e az Európai Uniót, csodálkozna, hogyha furcsa módon és hirtelen megváltozna az Európai Unió véleménye Magyarországgal kapcsolatban, már úgy értem, a jobb irányban. Amíg Magyarországon népszavazáson döntöttünk az Európai Unióba való belépésről, én mindig fölemeltem a szavamat azért, hogy az euroszkeptikusokat is vegyék emberszámba. Tehát én nem fogadom el azt a gondolkodásmódot, amely az euroszkeptikusokat kirekeszti az európai kultúrkörből. Az is európai gondolkodás, ha valaki azt gondolja, hogy nem akar európai integrációt. Szabad. Én és ezért, amikor a választási kampány ment Magyarországon, én világosan elmondtam, hogy vannak érvek Magyarország belépése mellett, és vannak ellene. És szerintem több érv szól a belépés mellett, mint ellen. Ezért mi arra buzdítottuk a magyarokat, hogy lépjünk be, szavazzanak igennel. De nem voltunk vakok. Láttuk azokat a problémákat, amelyekkel most bele is ütközünk. És most is azt gondolom, hogy joguk van Magyarországon az embereknek azt gondolni, aki így véli, hogy Magyarországnak nincsen helye az Európai Unióban. De én azt az álláspontot képviselem, hogy Magyarországnak az az érdeke, hogy Magyarország az Európai Unió tagja legyen. Még mindig több érv szól amellett, hogy belül legyünk, mint amellett, hogy kívül. Ezért akármit is csinál a Jobbik vagy bárki más, én mindig az európai perspektíva mellett érvelek. Egész addig, amíg lesz európai perspektíva. Köszönjük szépen, miniszterelnök úr. Ladies and gentlemen, we come for the last and final question that can be raised by Canal Plus. France, please. Nicolas Vesquevici de Canal Plus. Monsieur le Premier ministre, Daniel Cohn-Bendit vous a accusé dans l'hémicycle d'être le Castro hongrois ou le Chavez hongrois. Comment réagissez-vous à ces accusations? Est-ce qu'il s'agit là, selon vous, d'une diabolisation, d'un complot de la gauche internationale, puisque ce sont les mots de votre porte-parole hier soir? Nincs ennek a kérdésnek olyan nagy jelentősége, de le kell rögzítenem, hogy a szóban forgó úr nem szeret engem. Nem támogat engem, sem a politikámat, sem a nézeteimet. De úgy érzem, hogy ettől még az én nézeteim túl fogják élni a közöttünk meglévő véleménykülönbséget. Miután ön egy francia csatornától van, én azt tudom mondani, hogy számomra az egyik európai példakép De Gaulle. És én azt hiszem, hogy nemzeti nagyság, a nemzeti nagyság gondolata és érzése nélkül egyetlen európai nemzet se lehet sikeres. Ezt én nem tekintem nacionalizmusnak, nevezzük gólizmusnak. De ez része az európai politikának. Ezért én azt gondolom, hogy a nemzeti érzés nem olyasmi, ami ellen harcolni kellene. A nemzeti érzés nem szemben áll az európai eszmével. Nekünk befogadó, toleráns, de a nemzeti nagyságot tisztelő és arra törekvő nemzetekre van szükségünk. És azt gondolom, hogy Franciaország ebből a szempontból igenis, fontos mérce Európa számára. Szeretném, ha a magyarok legalább annyira nemzeti elkötelezettségűek lennének, mint a franciák. Sajnos még nem vagyunk annyira, de majd eljön ez is, remélem. Köszönjük szépen miniszterelnök úrnak, köszönjük szépen a részvételt, további jó napot kívánok, viszontlátásra. Thank you for your attendance, goodbye.